Sziasztok! Megérkeztünk Temesvári Ági fitness modellhez, aki ma G-Flex alapgyakorlatokat fog bemutatni, úgyhogy tartsatok velünk! Az eszköz csigás szerkezete egyensúlytalanságot okoz a feladatok során, így minden gyakorlatnál nagyon fontos, hogy törzsünket feszesen, egyenesen tartsuk. Figyeljünk arra, hogy guggolásnál a súlypont a sarkunkon van, törzsünk itt is végig egyenes, feszes maradjon, kiemelésnél könyökünkkel indítsuk el a mozdulatot, és szorítsuk össze a lapockánkat, hogy hátizmunk megfelelően dolgozzon. Ezzel a gyakorlata a hátsó vállizomzatát, valamint megfelelő lapocka összehúzással a hátat is jól megdolgoztatjuk. Fontos, hogy csuklónk az alkarunk meghosszabbítása legyen, koncentráljunk hátunk megfeszítésére, és arra, hogy kiemelésnél könnyökkel induljon a mozdulat. Guggolásnál a sarkainkon támaszkodunk, viszont figyelünk arra, hogy a kiemelést nem a lábaink segítségével indítjuk. Kezdő pozícióban tenyerünk a föld felé néz, majd lapockánkat összeszorítjuk, és könyökünk test mellé szorításával fejezzük be a gyakorlatot. Talajon lévő lábnál sarkunkon van a súlypont, a másik lábunkat pedig emellé nyújtjuk. Fontos ennél a feladatnál is, hogy törzsünk feszes, egyenes legyen, valamint figyelnünk kell arra, hogy ne karból húzzuk fel magunkat, hanem a láb és a farizom segítségével csípőnket kiemelve végezzük el a guggolást. Sima alkartámaszhoz hasonlóan csípőnket feszesen, egy szintben tartjuk hátunkkal. Könyökünket picit megelőzi a válsíkját. A mozdulatot azzal nehezítjük, hogy előre, majd hátra engedjük magunkat, így vállunkon áthelyezzük a súlypontunkat. A négy ütemű fekvőtámasz G-Flex kardiővel nehezítve plusz terhelést ró a lábakra, mivel először csak a talajon lévő láb dolgozik. Fekvőtámasz közben ügyeljünk arra, hogy törzsünk végig feszes maradjon.